A teherautó platóján rohad az alma Vásárosnamény határában egy osztrák tulajdonú léüzem előtti parkolóban. A gazdák azt mondják, inkább leseszedik a gyümölcsöt, ha nem kapnak érte legalább 25 forintot. A jelenlegi 13 forintos kilónkénti ár ugyanis csak a szüretelés költségeit fedezi. A jelenlegi 13 forintos léjalma ár az a gazdatársaimnak, jó magamnak is elfogadhatatlan. Több éven keresztül az Agrona Juice olyan árat adott a gazdáknak, amiért éppen-éppen tudott belőle kijönni a gazda. Most a gazdatársaimmal 25 forintval gondolnánk a léjalma árát, és az többet is elhangoztattam, hogy egy gyufa 13 forint, és egy kiló léalma is 13 forint. Nyilván mind a kettőre szükség van a világon, de úgy gondolom, hogy ebbe akkora erő van, akkora munka ebbe a gyümölcsbe, hogy ez nevetséges, ez a 13 forint. És ez sértő a gazdatársaim számára is. A demonstráción feszült volt a hangulat a délelőtt folyamán. Helyszíni beszámolók szerint a cég vezetői rendőrt hívtak a demonstrálókra, miután egy teherautót követve, amely mégis le akarta adni az almáját, a demonstrálók egy kisebb csoportja a sorompón átjutva betört az üzem területére. A demonstráció tovább folytatódik. Annyi friss információnk van, hogy Jakab István elnök úr, mint Magosz elnök, Nagy István a földművelési miniszterrel tudott egyeztetni. Emiatt 3 órakor minden dolgát a miniszter úr félbehagyja és fogadja a bizottságot, az itt megalakult termelői bizottságot. Nagy István agrárminiszter korábban a Kossuth Rádió 180 perc című műsorában azt mondta, nem hagyhatjuk, hogy az élelmiszerlánc leggyengébb szereplői kiszolgáltatottá váljanak. A felvásárlók ugyanis ki akarják használni a gazdákat, mert tudják, hogy a termény romlandó, tehát eladási kényszer van.